Ezek a felvételek 2012 tavaszán készültek. Ebben az időszakban a tűzoltóknak megyeszerte sok munkát adtak a tarlótüzek. A Tűzmegelőzési Bizottság egyik kiemelt feladata az ilyen esetek számának csökkentése. Ez egy testületi szerv, amely tulajdonképpen egyfajta kiegészítő tevékenységet végez a katasztrófavédelem hivatásos szervének a munkája mellett. Elsősorban tájékoztatóanyagokat, sajtóanyagokat készítünk a lakosság tájékoztatása céljából. Az újonnan megalakult testület másik kiemelt feladata a szénmonoxid mérgezések megelőzése. A Kémény ZRT vezetője azt mondja, a lakosság 10%-a még mindig nem engedi be a kéményseprőket, ezért több százezer háztartásban nem ellenőriztetik a fűtőberendezéseket. Nem csak a kéményt kell vizsgálni, hanem a friss levegő utánpótlás nagyon fontos, a készülék, gázkészülék állapota, az összekötő elem állapota és a kémény. Tehát mind a négy elemnek jónak kell lenni. A Fejér megyei Tűzmegelőzési Bizottság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítása mellett és a témában érdekelt társszervek együttműködésével végzi feladatait. A testület célja az, hogy a lakosság tájékoztatásával csökkentsék a káresetek számát.